A szecesszió éve programsorozat részeként Jankó Szép Noémi és Kun Éva Kerelmi a művészek munkáiból nyílt kiállítás a Levendula Galériában május 11-én. Szabó Emma Zsófia művészettörténész megnyitó beszédében a művek érzelemgazdagságára hívta fel a figyelmet. Kun Éva, Zegzugos Kerelmia házai mesebeli hangulatot árasztanak, míg Kerelmia képei ősi művészeti hagyományok felelevenítésével modern ikonosztászként elgondolkodtatják a szemlélőt. A csíkszeredai Jankó Szép Noémi kőpárnái önmagukban csak érdekes kerámia formák, de egymás mellé rakva őket hihetetlen módon kelnek életre, vibráló feszültségeket, vagy épp megnyugtató összetartozás érzetet keltve. A megnyitón Benedek Krisztina, Dezső Piroska és Dezső Ottó tolmácsolásában hallhatott, megzenésített verseket a közönség.